4400 könyvből áll, és összesen a könyvek, amelyek a körgyűrűt alkotják, 103 rétegben kerültek fölrakásra egymásra. Én azt gondolom, hogy teljesen megérdemli a rendkívüli emberi teljesítmény meghatározást. Az a rengeteg sok munka, amelyet az utóbbi két napban a tegnapi vihar, illetőleg a természeti katasztrófa ellenére a dombrádiak és az építésben résztvevők végrehajtottak. Így néz ki az a bástya formájú torony, amiről Sebestyén István, a magyar rekordok regisztrátora beszélt a dombrádi csülkösnapok megnyitóján. Dombrád ezzel felállította a 10. rekordját is. A bástya alakú toronyban egy bebújó nyílást is kialakítottak, így belülről is megtekinthették az érdeklődők az új rekordot. Dombrád igencsak kiemelkedik a magyarországi városok közül. Nem sok olyan település van Magyarországon, ahol közel 10 magyar rekord került sorozatban minden évről évre, minden évben egymás után felállításra. Van néhány olyan település, nagyobb város, aki szintén saját rekord típussal jeleskedik. Az egyik ilyen például az újraélesztéseknek a rekord kísérlete, de én azt gondolom, hogy az egyik legkülönlegesebb sorozattal mégis Dombrád rendelkezik, hiszen volt itt már palacsinta rekord, ami a gasztronómiához köthető, aztán volt közös éneklés, volt környezetvédelmi üzenet, hiszen petpalackokból hajó tutajt is készítettek, és most pedig valami egészen különleges építményt látunk itt a hátunk mögött. Korábban még nem volt ehhez hasonló Magyarországon, így új rekordtípust is állított a város. A torony felépítéséhez semmilyen kötőanyagot nem használtak, mindössze a 4400 könyvet. Úgy gondoltuk, hogy még ilyen nincs Magyarországon, és nem kell megdönteni, hanem mi állítjuk fel az első magyarországi rekordot. Könyvtornyot építettünk 4000 könyvből. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a lakosságtól is kaptunk, aztán a könyvtárunkból az apasztott könyveket, de a Nyíregyházi megyei könyvtárból és a Kisvárdai városi könyvtárból is kaptunk könyvet. Az elmúlt évekre jellemző, hogy egyre nagyobb számban vannak kulturális üzenetet tartalmazó rekordkísérletek. Az önálló magyar rekord adatbázisba az elmúlt két évtizedben közel 1000 rekordot jegyzőkönyveztek. Sok esetben külön szakembereket is felkérnek a hitelesítéshez. A dombrádi torony építésében részt vettek a közművelődési intézmények dolgozói és a lakosság is. Háromnapos munka eredménye az elkészült rekord. Ez is egy közösségépítő tevékenység, és hát nyugodtan mondhatjuk, hogy a megye marketingnek is a része, hiszen hogyha rekordokról hallunk, akkor arra általában mindenki felkapja a fejét, és mindenki kíváncsian mondjuk az internet világába rákattint, hogy mi is történt, és hogyha azt látják, hogy egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen, Dombrádon történik, akkor természetesen azzal a megyét is népszerűsítik, és hát nagyon örülünk annak a kreativitásnak, ami itt Dombrád városban van, hiszen azért 10 világrekordot már tartani, illetve megdönteni, azt hiszem, hogy ez nem kis teljesítmény. A könyveket Dombrád kárpátaljai testvértelepülésének, Jánosinak ajándékozták a csülkös napok után.